A házigazda Paksi Kézilabda Paksuli mellett a Kecel, a Kiskun Félegyháza, a Tisza Kécske és a Kiskun Majsa Szank csapatai mérkőztek egymással a Bács-Kiskun megyei fiú kézilabda bajnokság Paksi tornáján. A mérkőzéseket az Eszi sportcsarnokban rendezték. Másfél éve kezdtük is igazából a munkát velük. Az első év az ilyen gyakorlás éve volt, nagyon nem játszottunk meccseket. Most az idei évtől vannak a bajnoki mérkőzéseink, úgyhogy a gyakorlás lenne a cél, hogy a továbbiakban előre tudjuk vinni a csapatot majd a nagyobb korosztályban. Ezért elindultunk az országos kézilabda bajnokságba, az Erima gyerekbajnokságban. Ott ugye a selejtezőben vettünk részt, az országos főtáblára való jutásra az első csoportkörünkben sikeresen továbbítottunk, második csoportkörben sajnos elvéreztünk, ilyen NB1-es utánpótlás csapatok ellen, úgyhogy most a régiós bajnokságban játszunk. A jelen pillanatban van 3 vereségünk és 2 győzelmünk. Egy éve kézilabdázom, és azért kezdtem el kézilabdázni, mert a szüleim is kézilabdáztak. A bajnokság lebonyolítása értelmében minden résztvevő csapat rendez egy tornát, a Paksit a nagy érdeklődés övezte. A kiírás értelmében az 1999-2000-ben születettek léphettek pályára, a Kecel KC ennél fiatalabb korosztállyal érkezett. Mi 2000-2001-es fiatalokkal jöttünk, 1-2-2002-esünk is van. Magasság az nem az erényünk, viszont a lábmunka és a gyorsaság az én szerintem mindenképpen. Több játékosunk van, aki már a magasabb korcsoportokban játszik, tehát 1-2, aki az országos erdőbajnokságban is van már. Én mindenféleképpen győzelmet várok a csapattól. Ezt a tornát mi a jövő heti debreceni tornának a felkészülésére szánjuk. A körmérkőzéses rendszerben minden csapat megküzdött egymással, a legjobb teljesítményt a hazaiak nyújtották. A Paksuli az összes ellenfelét magabiztosan győzte le, innét sikerrel várhatják a következő játéknapot. A Kecel KC 3 diadallal zárta a napot, a Kiskun Félegyháza 1 győzelemmel és 1 döntetlennel, míg a Tisza Kécske 2 döntetlennel, a Kiskun Majsa Szank 1 döntetlennel zárta a nyitófordulót.